attól lesz izgalmas egy múzeum, hogyha a közönség szereti. Hogy a közönség számára mond valamit. Hogyha valakinek meg tudom mutatni a múzeumot, akkor az nagyon jó érzés. A múzeum az nem egy személyes műfaj, ez egy csapatműfaj. Általában felfedezés az embereknek. A legfontosabb, amivel be lehet vonzani, az a fajta dialógus, amit nem kapnak meg más terekben. Kérdések, fogalmak, jelenségek a múzeumok birodalmában. Szenvedéllyel teli szakemberek, szenvedélyes beszélgetések a szenvedély tárgyáról, a múzeumokról. Ezt a konferenciát az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága azért szervezte, hogy egy fórumot teremtsen a magyar múzeológusok között arra, hogy olyan kérdésekre fogalmazunk válaszokat, amelyek jelenleg épp vagy a mai napokban, vagy manapság a nemzetközi múzeológiában kulcskérdések. Mint a múzeum fogalma, eredetiség, hitelesség kérdése, a múzeumoknak a kulturális tartalmai, a mai kulturális térben, a múzeumokban való participáció közönségnek, a társadalmi múzeumok a fogalma és jelentősége. A közösség tulajdonképpen a saját művelődésének, a saját szellemi öröksége fontos elemének tartja a múzeumot. Olyan intézménynek tartja, aminek elképzelhetetlen. A múltjának a megismerése, a jelenre való reflexiója, és tulajdonképpen akár a jövőbe vetett hite, akkor baj van. Hogyha ezt a sajátjának érzi, akkor minden rendben van. Majd, ami történt ezeken a workshopokon, azt a plenáris ülésen megvitatta a múzeumi szakemberekből álló közönség. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a különböző más múzeumi területeken, pontosan azért, mert a jelentőségében van különbség a különböző területek között, hogyan fognak ehhez hozzászólni, milyen példákat hoznak adott esetben, mint pozitív-negatív példákat, amelyeken el lehet indulni. Én a képzőművészeti múzeológiában úgy látom, hogy azért nagyon markánsan kirajzolódik egy ilyen erőteljesen dramatizált, színpadszerű irány, vagy színpadiasabb, szenírozottabb kiállítás rendezői irány, és emellett azért még mindig jelen van a nagyon letisztult, modern, kicsit távolságtartóbb attitűd. Egy múzeumi látogatottságot felépíteni, az ott kezdődik, hogy milyen témákat választunk, azt hogyan szenírozzuk, és utána hogyan tudjuk kommunikálni. Ez a múzeum az nem egy személyes műfaj, ez egy csapatműfaj. Éppen a nem megfelelő marketing tevékenységnek köszönhetően nagyon sok emberben még mindig a poros, unalmas múzeumi kép él, ahol a legnagyobb buli a büfében van. Azonban ez nagy tévedés. A múzeumok hatalmas változásokon estek át. Sokkal izgalmasabb, látványosabb, érdekesebb kiállítások, programok várják a látogatókat, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt. Ma már nagyon sok múzeum vezetője tudja, hogy miként kell trendinek lenni, és a kiállítások hírét eljuttatni a potenciális látogatóhoz. Nem magunknak csinálunk egy kiállítást egyáltalán, hanem hogy olyan érdekes dolgok legyenek, ami valóban az érdeklődését fölkelti az embereknek. De nagyon fontos az interaktivitás. Ugye ma már, ha nincs egy számítógép, nincs egy érintőképernyő, a gyerekek be se jönnek. Mindig ahhoz futnak először. De hát természetesen az idősebb korosztály, a középkorok is ezt igénylik, hogy legyen ilyen, és hogy az az anyag, amit meg akarom mutatni, az például egy érintőképernyő jöjjön ki egy épület makett például. Sokkal jobban meg lehet azt érteni, hogyha így interpretáljuk. Sokszor járunk úgy, hogy csinálunk jó kiállításokat, de nem tudjuk eléggé hirdetni sajnos. Ha már be tudjuk vonzani azt az embert a múzeumba, akkor már nyert ügyünk van, úgy érzem. A legfontosabb, amivel be lehet vonzani, az a fajta dialógus, amit nem kapnak meg más terekben. Tehát egyrészt megszólítja őket nagyon sok szempontból a tárgy, a tér, és a tér mellett ott vannak sok esetben azok a személyek, akik ebben a térben működnek. Tehát egy olyan komplex térbe kerülnek be, ami nagyon sok szólamon keresztül fogja, ragadja meg őket, és rántja be ebbe a rendszerbe. Amikor megérzed a gyűjtemény szagát, belecsöppensz egy másik világba. Elvarázsol. Egyé válsz vele, beletemetkezel, és szabadulni sem akarsz. Szenvedélyesen ragaszkodsz hozzá, minden mást elfeledve. Igen, a múzeumot szenvedélyesen szeretők úgy maradnak, örökre.